Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Változás történt tisztújításon a Jegyi Szent Istvánból lovagrend vezetésében. Vendégem Mészárovics Imre, a Borrend új elnök nagymestere. Tisztelettel köszöntöm. Nos, ugye Bognár Zoltán 14 esztendő után 4 választási cikluson keresztül viselte a nagymesteri címet, illetve Renner László főborász és Vincz József kancellárral együtt távoztak a vezetésből. Az új nagymester, ahogy az imént mondtuk, önt választották, illetve Dinyés Ferenc lett a kancellár és Csobor Balázs a főborász. Nos, hát a Nógyegyi Szent István borlovagrend rendkívül fontos hagyományokat őriz, Székesfehérvár boros hagyományait, a szőlős gazdák már megszokták, hogy mi minden történik a borrend szervezésében, esztendőről esztendőre, hiszen idén 16. születésnapját ünnepli ez a csapat, és most változás történt. Most erről fogunk beszélgetni, ugyanakkor azt tudnunk kell, hogy például én magam, aki tiszteletbeli borlovakként végigkísérem a borrend munkáját, először boros részben, 2015-ben találkoztam az ön nevével, hiszen 2015-ben az ön bora lett Öreghegy bora, és akkor beszéltünk arról, hogy 35 esztendeje foglalkozik már immáron szőlő- és bortermeléssel, és egy olyan több száz éves pincé őrzi a hagyományt, a múltat, amely egykor Székesfehérvár polgármesteré volt. Beszéljünk egy kicsit erről először. Én 1960 óta tartózkodom itt Székesfehérváron. Természetesen a belvárosban laktam, itt végeztem a középiskoláimat, aztán majd a Közgazdaságtudományi Egyetemet, de Székesfehérváron telepettem le, és 1985-ben, mint ahogy sokan mások is, úgy gondoltam, hogy kitelepülök az Öreghegyre, hisz rendkívül szimpatikus volt számomra a kertvárosi környezet, és akkor külső segítséggel találtam ezt a telket, amit megvásároltam. Nagyon őszintén megmondom, hogy a döntésemben igen komolyan befolyásolt az a pince, amiről itt most említést teszünk. Ez valóban egy több száz éves pince. Ez az utolsó, ahogy én tudom, Kerekes, keresztnevét már nem emlékszem, Kerekes nevű polgármesteré volt, akinek én még a címberes ládáját megtaláltam, amiben a díszmagyart tartotta. Tehát nyilvánvaló, hogy ez is azt igazolja, hogy ez egy igen régi történelmi műemlék jellegű pince, amit hát én úgy gondoltam, hogy élve az itteni hagyományoknak magam is bekapcsolódok ebbe a folyamatba. Igen, érdekes, hogy ön azok közé tartozik, azon kevesek közé tartozik, hála Istennek teszem hozzá, mert hogy sajnos nagyon sokan kivágják a szőlőt, azzal kezdték az építkezésüket, ön pedig megtartotta ezt a gyönyörűséges telket úgy, ahogy van abban az ősi, nyilván a 21. századhoz méltó. Igen, igen. Tehát én viccesen is mondhatnám a történetet, hogy egyszer egy barátom járt ott a pincénbe, megmutattam neki, miután megörököltem ott hordókat, bizonyos technikai eszközöket, és kopogtatta a hordón, mondja, hogy ebben sincs, de ebben van. Na most az a történet lényeg, hogy én nem is tudtam, hogy ott van 100 liter bor, és meg kell mondjam, hogy rendkívül kellemes, finom, igazi öreghegyi bor volt, amit én nem vettem észre. A feladatom persze az volt, hogy megújítsam én ezt a szőlőt. Ez egy 600 négyzetköves terület ott az emlékmű környezetében. Talán még az is kicsit emeli úgy a gondolkodásomban a rangját, hogy ez ugye a püspök kertvárosi részhez illesztendő, és hát ugye köztudott, hogy ennek a területnek anno igen jelentős, igen komoly volt a jelentősége, hisz ott volt a püspökségnek egy nyári lakja, a pincéje, és sajnálatos módon azt kell mondjam, hogy éppen most igen. Szűnik meg. Ugye ez a bor, amivel az Öreghegy bora címet elnyerte, ez Király Leányka Chardonnay. Így van. Volt. 2016-ban pedig borlovaggá választották. Én azt hiszem, hogy ez már egy út volt, egy lépcső ahhoz, hogy elvállalja a tagság bizalmából ezt a rendkívül megtisztelő és nagyon nehéz feladatot elnökként és nagymesterként egyaránt. Ugyanis tisztázzuk, a Nógyegyi borlovagrend alapszabályában, amikor létrehozták, ez letisztult érett szöveg,
ami kimondja, hogy mivel kell a borlovagrendnek foglalkozni, tehát az öreghegyi hagyományok általában népszerűsítése, a borlovagoknak, a gazdák, a pincészetek, a hobbiborászokat, a bortisztelő polgárok körét is értjük értelemszerűen, és mindannyiukat kell képviselni. Miért gondolta úgy, hogy eljött az ideje annak, hogy elvállalja ezt a tisztet? Ez az elmúlt pár év, amit ott töltöttem a borrendben, azt kell mondjam, hogy én ezt, amit ott az elődeim végeztek, én rendkívül tiszteletre méltónak tartom. Igen, csak észrevettem egy olyan jelenséget, hogy valóban talán mondhatom, hogy én úgy ítéltem meg, hogy ez a borrend valamikor alakulás környékén inkább ilyen kulturális egyesületként alakulhatott meg. Abból a helyzetből adódóan, hogy köztudott, hogy ugye Fehérvár lakossága ellepte az Öreghegyet, és egyszerűen egyre inkább eltűnt az a gyönyörű múlt, ami ott 2000 éves múltra tekint vissza. Területileg ott volt egy 500-600 hektáros szőlőbirtok, ott volt mintegy 2000 birtoktest, ott volt több mint 1000 épületpince, és nyilvánvaló ez valami módon kikövetelte magának azt, hogy beépüljön Székesfehérvár igazi történelméhez, történelme mellé, ezen szempontok szerint is. Én azt vettem észre, hogy a hagyomány őrzésben egyre inkább a már bevált, a már eddig gyakorolt dolgainkat szinte hagyománnyá alakítottuk, és én úgy gondoltam, hogy talán kéne újítani. Hát, holott ugye azt tudjuk, hogy rendeltetésszerűen valóban vannak olyan események, amelyek meghatározzák egy borrend működését, de ön úgy gondolta, és azt hiszem, hogy most már a nagy tanácsban is úgy gondolják, hogy lehet tovább lépni. Igen. Tehát, mert a közösség, ez egy nagy összetartó erő, igen, de azért bizonyos értelemben ez egy zárt közösséget így alkotott igaz, mindez idáig. Igen, de én úgy gondoltam, hogy a hagyományőrzésen túlmenően, vagy abban is, találhatunk új elemeket. Tehát hadd mondjak ilyen. Jó, akkor kezdjük az elején, hiszen igen, most nemrégiben volt az ön bemutatkozó találkozója, amelyre meginvitált bennünket is, és erről beszámoltunk a televízió nézőknek, természetesen kivonatosan. Most viszont van arra időnk, hogy sorba vegyük mindazt, amit ön szeretne megvalósítani nyilvánvalóan a nagy tanáccsal és a tagokkal együtt a közeljövőben. Tehát maradjunk a hagyományőrzés témájánál. Én úgy gondolom, hogy a hagyományőrzés nem csak a szőlészet, borászat tekintetében jelenik meg az Öreghegyen, hanem építészeti szempontból is. Van egy nagyon furcsa szituáció. Azt hallottam a társ borászatoktól néha ilyen megjegyzésként, hogy érdekes a ti borrendetek, mert nagyon szép a hagyományőrző tevékenységetek, de bor nélküli borrend vagytok. Nem tudjátok megjeleníteni a bort rendezvényeiteken, úgy, mint mondjuk Móron, Velencén, tehát sok helyen vettem részt az elmúlt pár évben ilyen rendezvényeken. Igenis, úgy éreztem, hogy egy picit tennünk kell ebbe az irányba is, hogy mi nézzük már meg, hogy mit ér ma az Öreghegy borászati szempontból. Tehát nem csak a hagyomány tekintetében, hanem maga a tevékenység tekintetében. Hisz én is ott egy 3-400 éves szőlőt művelgetek magam. Nyilvánvaló, hogy miután ez a dolog érdekelt, én őszintén megmondom, elég sok időt fordítottam arra, hogy elmentem és körülnéztem az Öreghegyen. Kíváncsi voltam, hogy a beépített telkek tekintetében mennyit látok szőlőből még. És meglepetésszerűen mondom, hogy igen, találtam elég sok szép kis szőlőt. Ez adta azt a gondolatot, hogy szólítsuk meg ezeket az embereket, mert hisz a eddig megtapasztaltak szerint ugyan volt kapcsolódási pontunk ezekkel bizonyos nagyságra, bizonyos számban ezekkel az emberekkel, de én rájöttem, hogy ettől sokkal többen vannak még, akik ott kicsiben hagyományőrzésképpen, és nagy szeretettel is beszéltem is velük. Először meglepődtek, hogy én oda mentem, és utána még nem győztem hallgatni azokat az élményeket, amit visszamerülő a családfájukról, és egyáltalán az ottani tevékenységükről. Amely fontos. Hát ami nagyon fontos, hát így ismerjük meg egymást, így tudjuk egymást megszólítani, és nekem egy rendkívül fontos feladat, én nagyon fontos feladatnak tekintem, hogy ezeket az embereket vonjuk már be a közösségi házba, a szabadművelődési házba, tartsunk
próbáljunk ismertséget teremteni velük, és próbáljuk a borgustrák tapasztalati alapján ezeket az embereket egy kicsit közösségé szervezni. Tehát kiszélisíteni azt a kört, amely eddig a bormustrákkorra jelentkezőket. Ez volt a kiinduló helyzet. Ez volt a borlovak társai miként fogadták ezt a gondolatot? Hát először meglepődtek ezen a törekvésen, és az a helyzet, hogy mielőtt a tisztújítás volt, én az előkészítésben részt vettem. Én leültem mindenkivel nálam a házamban, és igen komolyan átbeszélgettük a borrendnek a jelenét, múltját, jövőjét, és ezeken a beszélgetéseken igen komoly támogatást kaptam olyan szempontból, hogy igen, próbáljunk meg más irányokat is. Tehát tiszteljük azt, ami volt, becsüljük meg azt, amit az elődeink végeztek, és próbáljuk ezt bővíteni, újítani valamilyen tapasztalatok szerint, amit megtapasztalunk más borrendeknél is. Tehát valami érdekes dolog foglalkoztat engem, még kibővítve ezt a gondolatot is, hogy én szeretném valami módon egy-két éven belül elérni, hogy Székesfehérvár mérje meg magát nem csak az Öreghegyen, hanem én végzek egyfajta egyeztetést a várossal, és kaptam egy olyan ígéretet, hogy ilyen borklub jelleggel a Fekete-hegyen, Szárazrét, Fekete-hegy, őrhalmi szőlők, hogy bővüljünk ki, de nem mint borrend, hanem mint borászkodó társaság, és ismerik meg őket is, működjünk együtt, és ítéljük már meg. Igen, társultakként az egész várost. Nyilvánvaló, hogy ennek az az ára, hogy szépen lassan lehet építkezni. Egyik pillanatról a másikra nem. Ennek ugye az első jele meg volt, hiszen meghirdették a borversenyt. Igen, ez az első olyan. Ez az első olyan borverseny, ahol értelemszerűen most még nem a hobbi borászoknak szólt ez, hiszen nekik szakmai tanulságokkal is szolgált nyilvánvaló. Ott a szakmai zsűri, tehát az a grémium, aki elbírálta ezt, nyilván érti a dolgát, és tudja, hogy mire kell felhívni a gazdák figyelmét, akár évtizedes berögzült szokások, amelyekre jó szakítani, mint ahogy most a borrend is szakít egyes szokásokkal, de ez nagyon jó. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy hadd kérdezem meg, hogy a viccevesszővágás, a Mártonnap, az öreghegyi mulatságokhoz kapcsolódó rendezvények, illetve a bormusták nyilván megmaradnak. Minden megmarad, csak kicsit a hangsúlyok fognak változni, hogy még visszatérek egy kicsit ide egy gondolatig az örökségvédelemhez és hagyományőrzéshez. Ez a borverseny, kíváncsi is voltam rá, hogy mennyire tudjuk megszólítani az embereket. Tehát készültünk erre. Készültünk szórólapokkal, kaptunk a kultúrháztól támogatást, kaptunk a sajtótól. És ugyanazt tapasztaltam meg, mint a borbustráknál, hogy az emberek kicsit tartózkodóak. Tehát az első találkozásig tartózkodóak, és tényleg komoly energiát kell arra fordítani, hogy meggyőzzük őket, és egy közösségét tudjuk ezt az egész ügyet valamilyen módon teremteni. De meg fogjuk tenni, én úgy gondolom. Ami pedig a többi hagyományos tevékenységet illeti, minden megmarad. Van még egy olyan gondolatunk, hogy nem tudom jobban kifejezni magamat, beleértem azt is, hogy én is kiköltöztem az Öreghegyre, hogy elleptük ezt a szép történelmi múlttal rendelkező területet, tartozunk valamiféle, nem csak személy szerint, nem úgy ámblok közösségként is, tartozunk a múltnak valamiféle elismeréssel, szeretettel, vagy szeretetben rejlő megemlékezésekkel, és ezért fölvetettük a város felé, hogy ahogy a virágos Székesfehér tekintetében gondolkodnak, tehát lehet igényelni virágokat, mert bővítsék az Öreghegy tekintetében néhány száz szőlővel. Tehát olyan szőlővel, amit talán nem rezisztens, csemege szőlővel. Jelenítsük meg valami módon azt a rehabilitációt. Remek gondolat. Nem is az én ötletem, ezt is elmondom, de nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy egy kicsit adjunk a múltnak, mi, akik oda mentünk, és tiszteljük meg ezt a múltat, mert azért olyan körülmények között mentünk oda ki, amikor ott még szőlőbirtokok voltak, és ezek bizony jó részt eltűntek. No, ugye ez az első, ez egy misszió az önöké. Ez egy misszió, igen. Így van.
Tehát egy olyan küldetés, amely azt hiszem, hogy minden öreghegyi és minden székesfehérvári javát szolgálja, hiszen Székesfehérvárnak bármennyire is mondjuk mi, hogy a királyok városa vagyunk, a koronázó városnak is szüksége van arra, hogy azokat az eddig talán elfelejtett, vagy nem egészen méltó módon ápolt, gondozott, ugye azt mondják, hogy nem mondjuk ilyet a hagyományra, hogy ápolt, mert nem rab, de illetve is nem beteg, tehát ne őrizzük. De én azért azt mondom, hogy igen, gondozni kell. És ebben remek úton utat választottak, mondom én. Viszont hogy fogják a borversenyt, a Székesfehérvár borát kitágítani, amikor már ott lesznek az őrhalmiak, a szárazrétiek, tehát mindannyian. Igen. Mi ezt egy technikai szempontból is egy főpróbának tekintettük. Sikerült egy olyan számítógépes hátteret létrehoznunk, hogy amennyiben ki tudjuk bővíteni, most első lépésként mondjuk a jövő évben Székesfehérvár tekintetében, azt mindenképp meg kell előzze, hogy ezek az úgynevezett borász vagy borkedvelő klubok létrejöjjenek. Tehát, hogy velük és ő keresztül tudjuk ezt a úgynevezett Székesfehérvár borversenyt kibővíteni. Erre mi készülünk. Van egy ettől még izgalmasabb kérdés is. Ha már látjuk, hogy Székesfehérvár mit ér, borászati szempontból, bár sejtésem van, gazdaságföldrajzi értelemben vélhetően Székesfehér maga nem tud feliratkozni, nyilván, természetesen, de a borút átmegy rajtuk. Tehát jön mondjuk Mór irányába, jön mondjuk a balatoni felvidék irányába, akkor fölmerül bennünk egy igen izgalmas kérdés, én nemrég voltam Velencén, és szintén beszéltem a Móri borrend elnökével is, nagyon pozitív fogadtatásban részesült a gondolat. Próbáljuk Székesfehérvárt és a közvetlen környezetét egy év múlva szintén megmérni. Tehát ez azt jelenteni, hogy a Velencétó irányába legyen az a déli vagy az északi oldal, egyet nem szabad elfelejteni, és ez valami módon nincsen napirenden, mert mi nem csak hobbi borászokat tartunk, tehát nem csak hobbi borászok vannak a borrendünkben, hanem nagy pincészetek is, tehát ha mondhatom. Csóbor, lics. Most egy görög fiú jött, igen, be, ott vannak a hegedűség, és hát rajtunk kívül is a velencei borrendben vannak tehát még jelentős. Értsem ezt úgy, hogy a szűkenvet agglomerációs övezet valamennyi borászát szeretnék megszólítani. Igen, hobbi borász és pincészet. Így van, tehát velük együtt kellene megmérni, a régióhoz így tartozik hozzá ez az egész, és ha ezt megnézzük, akkor akár bor nagyságrendjén vagyunk. Tehát szőlészeti területek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy kb. 5-600 hektár szőlő vesz bennünket körül közvetlen Székesfehérvár környezetébe. Na most ez azért érdekes dolgokat szab meg. A hobbi borászok számára is lehet vonzó is, és szakmailag egy fejlődési lehetőség. A nagy borászatoknak pedig egyre inkább haza és nemzetközi elismerés. Ugyanis azért ne felejtsük, hogy ezek a borászatok, akik már itt vannak a velencei hegység, vagy a velencei tó környékében, ezek már igen rendelkeznek komoly hazai és nemzetközi sikerekkel, és megérdemlik azt, hogy valami módon feliratkozzunk úgy, mint egy borászat. És ez javára szolgál a városnak. Természetesen. Én úgy gondolom, hogy igen. Ennek egy technikai háttere lenne, bár most engem meglepetésért, mert ezt nagyon jó szívvel is fogadták a társak, és most jelent meg, hogy a Agrárkamara és valamelyik alapítvány, a Rendszertó környéki alapítvány rendez váratlanul számunkra most júniusban egy Meglencia megyei borversenyt. Na most mi nem pont így gondoltuk, hanem mi úgy gondoltuk, tehát nem úgy gondoltuk, hogy egy egész megyére kiterjedő borverseny, akik, hisz azért ez divattá vált, ha megnézzük, hiszen naponta az újságban megjelennek Lepsény, Kálóz, Enying, és sorolhatnám a környéken, ahol ez egy komoly falusi rendezvénynek minősül, amit szívből örülünk neki. De úgy gondoltam, hogy a Vármegye bora, ami volt valamikor, az adná egy rangot ennek az egész folyamatnak, amikor is megmérhetnénk az arany vagy ezüst érmes borokat
itt Székesfehérváron is, és megadnánk azt a rangot, hogy a legjobb bornak megadnánk a Vármegye bor a címszót. Igen, tehát felmenő rendszerben, hogy mindenki csinálja meg a sajátját régiójában, így majd ezt követően az arany vagy ezüstérmesek, ilyen értelemben mindegy. Tehát ahogy van a városnak bora, most úgy lenne mondjuk egy vármegyebor is. Vármegyebor. Igen, és ez akár évente természetesen változott. Igen, én ezt nagyon szeretném, hogy az így. Tehát én azt gondolom, hogy mindaz, amit elmondott, az egy nagyszerű csak éppenséggel sora van. Tehát hát nyilván lépcsőről lehet egyik pillanatról, nem? Miként kívánják ezt megvalósítani, hiszen azért pénz, paripa, fegyver, tudjuk. Hát ugye ezeket a fajta rendezvényeket mindenképpen csak támogatás mellett lehet. Mi most is élvezzük a városnak a támogatást a jelenlegi programjainkhoz. Ez egy kicsit nagyobb léptékű dolog, természetesen a támogatottak körét is próbáljuk szélesíteni, kell is, hogy szélesítsük. Én úgy gondolom, hogy a szervezést mi föl tudjuk vállalni, megfelelő környezet tudunk keresni, Székesfehérvárnak van bőven olyan helye, ahol ezt le lehet bonyolítani, legyen ez az István terem, vagy a megyeháza, tehát bárhol. Tehát ez megszervezhető, de igen, ehhez komoly támogatást kellene igényelnünk, ezt le fogjuk tárgyalni, és természetesen igényt nyújtunk be a minisztérium fele is. Jelenleg is éppen pályázatot készítünk a mostani. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hiszen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, tudjuk, hogy fontos szerepet játszik ebben a kérdéskörben, igen, viszont az új agrártárca is kifejezte azt a reményét, hogy egyre inkább tudják szélíteni a hagyományok körét, mondom én, és a hagyományok körébe bőségesen beletartozik a borrend is. Felkészültek-e a pályázatírásra, hiszen ez egy külön szakma, ahogy tetszik? Hát szerencsére, hogy vagyunk páran, akik erre úgy gondolom, hogy alkalmasak vagyunk, és ezt el tudjuk készíteni, de működött ez a rendszer már. Tehát éppen ma volt egy megbeszélés nálam, egy szűkebb körű megbeszélés, és azt rögtön hozzáteszem, hogy az előző nagymesterrel, Zolival nekem nagyon jó a kapcsolatom, hisz elképzelhetetlen az, hogy valaki egy ilyen tisztséget töltsön be, és már a hónapra felelje meg mindennek. Van köztünk egy rendkívül korrekt együttműködés, segíti a munkámat, és szervezetileg is úgy építettük fel magunkat, hogy a volt kancellár, a volt főborász tulajdonképpen tanácsnoki szerepkörben ott vannak mögöttünk és segítik a munkánkat. Igen, nagyon fontos, amit mondott, ugyanakkor az is fontos, hogy a pályázatírás mellett azok a borászok, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, azok a hobbi borászok, szőlő és bortermelők, akik mindez idáig otthon voltak, elbújva egy kicsit a fák árnyékában, azok megkapják azt a szakmai segítséget, amely a mindennapokban is fontos, tehát tavasszal, nyáron, ősszel. Ebben hogy tudnak nekik segíteni? Rendszeressé válik-e az előadás sorozat? Igen, már most ezt tettük, tehát mindig az időszaknak megfelelően, tehát nyilván koratavasztól egészen addig, amíg szőlészkedünk, addig szőlészkedéssel kapcsolatban tartunk előadást, most is tartottunk egy növényvédelmit, és majd eljön az idő akkor, hogy borászkodunk, akkor pedig a borászattal kapcsolatosan, de ezt már végeztük, ezt a fajta dolgot tulajdonképpen a bormustrán. És nagyon, nagyon érdekes számomra a következő. Az elmúlt pár évben, amióta én ott részt veszek, megfigyelhető egy nagyon érdekes jelenség. Évről évre kellemesebb, jobb borokat hoztak be a hobbi borászok is. Ez nekünk egy nagy öröm és egy elismerés. Tehát az Öreghegyi rettenetes már a múlté. Hát igen. De egész, én mondom, mostani, egyébként a mostani borverseny is kimutatta. A nagyok elvitték az arany érmeket, ami egy teljesen, ehhez nincs semmi gond ezzel, tehát ez így van rendjén. A hobbi borászok közül pedig többeken fölkerültek már, úgyhogy ezüstéremre. Tehát látszik, és néztem a pontszámokat is. Az, hogy 10-20 ponttal elmaradnak mondjuk egy aranytól egy hobbi borász és ezüstérmes lesz, az nem olyan nagy különbség, hogy akár eljusson odaig, hogy neki is legyen akár egy év múlva, két év múlva aranyérmes bora. Hát rögös a borút, tudjuk ezt. Rögös a borút, de szép feladat. De szép feladat, igen, mindennek igen. Rendelt ideje van, nincs kétségem felőle, hogy az az út, amit választottak, ez egy remek út. Köszönöm, hogy megtisztelt, érdeklődéssel várjuk itt a
mi a Fehérvár Média Centrum munkatársai, hiszen a Nóiegyi Szent István Borlovagrán rendkívül fontos a város számára, mint civil szervezet. Úgyhogy jó munkát kívánok. Én megköszönöm a meghívást is, hát nagyon szeretném, hogyha munkánkat valóban folyamatosan lehetne figyelemmel kísérni. Bízom benne, hogy mi ezt ki fogjuk érdemelni. Így lesz. Jó munkát, jó egészséget köszönöm. Kívánok mindnyájuknak. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Mészárovics Imre volt, a Nóhegyi Szent Istánból lovagrend elnök nagymestere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!